Még 2015-ben pályázott két település, Tolna és Fad önkormányzata a kerékpárút megépítésére. Appelshofer Ágnes, Tolna polgármestere szerint már az alapkőletétel sincs messze. Hát ez egy nagyon régi vágya a tolnaiaknak, meg a faddiaknak is, hogy kerékpárral el tudjunk jutni egymáshoz. És még talán Szilágy polgármester úr idején született meg ez az álom. Mindannyian fontosnak gondoljuk, tehát a városvezetők is minden alkalommal fontosnak gondolták, és mi magunk is városvezetők, mindegy, hogy ki volt a képviselő és ki volt a polgármester, ez mindig egy fontos dolog volt, és a tolnaiaknak is fontos volt. És most volt lehetőség arra, hogy pályázatot nyújtsunk be, ugye ez a területi operatív program kereteiben még 2015-ben nyújtottuk be a pályázatot, és hát most jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag le fogjuk tenni napokon belül az alapkövet, és átadjuk a munkaterületet. Hosszú előkészítő munka volt ez, mert nyilván mindig kellett a pályázathoz is, és az adottságokhoz is alkalmazkodni. De hát örömmel számolok be arról, hogy napokban alá fogom írni a kivitelezővel a szerződést. Már döntöttünk arról, hogy a többletköltségeket egyelőre mi vállaljuk, tehát a két település önkormányzata, de többlettámogatási igényt fogunk a minisztériumhoz benyújtani. Ez a kerékpárút gyakorlatilag Tolna határától indul, de a Dunaparti kerékpár út vagy kerékpár sáv az rá fog csatlakozni, tehát gyakorlatilag Tolnától egészen Fadra, illetve Faddomboriba lehet kerékpárral eljutni majd. Ha Tolnáról megyünk Fad irányába, akkor a víz felé, tehát a jobb oldalán lesz ez a kerékpárút, és egészen a Bartal szobornál egyenesen bemegyünk a vízre, és ott jobbra Domboriba, balra pedig Fadra lehet majd eljutni Tolnáról. Az előkészületek sokáig tartottak, mivel területvásárlásra is szükség volt, és az építkezést érintő földek tulajdonosaival is meg kellett egyeznie az önkormányzatoknak. Ennek a kerékpárútnak a megépítése, maga a kivitelezési munka, ez majd 570 millió forintba kerül, tehát ez nem kevés, és közben változtak a szabályok is, tehát már több rétegű aszfalt kell, és nagyon szigorú szabályok vannak nem csak az útépítésre, hanem a kerékpárútépítésre is, de hát örömmel számolok be arról, hogy most már tényleg napokon belül aláírom a szerződést, és el fog kezdődni a munka. 10 kilométeres szakasz fog most megépülni, csak hát nagyon sok az előkészítő munka, tehát nem egy sík területre fog ez épülni, hanem itt földmunkák lesznek még az elején, tehát én azt gondolom, hogy akár költségben, akár időben is ez megemelte a kivitelezés árát és az idejét is. Előzetes kalkulációk szerint a két település önkormányzatának 67-68 millió forinttal kell majd finanszírozni a többletköltségeket addig, amíg az erre megigényelt támogatást el nem bírálják. A továbbiakban pedig merjünk nagyot álmodni, tehát most megépül Tolnáról Fadra, Faddomboriba kerékpárút, de a következő években mindenképpen szeretnénk pályázatot benyújtani, hogy Szekszárdról Tolna irányába is kerékpárral le lehessen jutni, nem közúton, hanem kerékpárúton, és azt gondolom, hogy kerékpározni a szekszárdiak is ugyanúgy szeretnek, mint a tolnaiak, meg a faddiak, tehát remélem, hogy az a projekt is majd sikeres lesz, de most egyelőre ennél maradunk. A kivitelezés határideje 270 nap, tehát március végére, 21 március végére kell befejezniük a kerékpárutat. Hát én azt remélem, hogy minden megy a maga útján immár. Ha létrejön a Szekszárd-Tolnai kerékpárút és kapcsolódni tud a megyei önkormányzat által koordinált SIO projekthez, az nagyban hozzájárulhat a térség turisztikai fejlődéséhez.